Az elmúlt évek statisztikái alapján november végétől egészen az ünnepekig jelentős mértékben fellendül a hitelpiac, ugyanis sokan így módon oldják meg a karácsonyi ajándékok finanszírozását. Azonban nem minden hitelforma előnyös, még ha kényelmes megoldásnak is tűnik eleinte. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Bank arra hívja fel a figyelmet, hogy igénylés előtt célszerű körültekintően tájékozódni. A karácsony közelettével évről évre felpörög a hitelpiac. Manapság már az otthonunkból ülve interneten is igényelhetünk kölcsönt, a felvett tőke pedig akár néhány órán belül megérkezhet a folyószámlánkra. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője Binder István szerint az ünnepek előtt sokszoros növekedést láthatunk a fogyasztási hitelek tekintetében. Óriási felfutás volt az elmúlt években a személyi kölcsönöknél, és továbbra is népszerű az áruhitel. Kevesebben ismerik, de továbbra is népszerű a zálogkölcsön, egy társadalmi réteg továbbra is szívesen veszi fel, és nagyon sokaknak a legegyszerűbb, legkönnyebben elérhető a folyószámla hitelük, ami egy hitelkeret, és a bankunkkal folyamatosan fölvehetjük a bankunktól, illetve visszafizethetjük a bankunknak. Binder István elmondta, manapság a szabad felhasználású személyi kölcsönöket keresik a legtöbben, míg 2013 első fél évében mintegy 23 milliárd forintnyi hitelt vett fel a lakosság, 2019-ben ez az összeg 147 milliárd forintra nőtt. Sok reklám 0%-os kamattal és 0%-os THM-mel kecsegtet, azonban fontos különbséget tenni a kettő között. A THM, a teljes hiteldíj mutató, az a mutatószám, amelyik egy mutatóban összesíti, hogy annak a hitelnek mi a tényleges összes költsége. A kamat az csak az egyik költségtípus, emellett még folyosítási jutalékot, kezelési költséget, egyéb költségeket is felszámíthat a bank, ezért mindig a THM-re figyeljünk, ha a kamat nulla, attól még lehet költség egy hitelnek. Egy 0% THM konstrukciójú kölcsönnek előnye többek között, hogy kizárólag a felvett tőke összeget kell visszafizetnünk, azonban fontos, hogy tájékozódjunk a részletszabályzatokról, továbbá tartsuk be a határidőket, ugyanis annak túllépésével nagy árat fizethetünk. Mindemellett az áruhiteleknél előfordulhat, hogy egy 0%-os hitellel magasabb a termék ára, mivel a kereskedelmi bank így módon számol el az adott üzletlánccal. A felügyeleti szóvivő kiemelte, a buktatók elkerülése véget az igénylést megelőzően érdemes körültekintően informálódni. Maguk a pénzügyi vállalkozások, bankok is a saját oldalaikon ezeket megmutatják, de vannak olyan hitelközvetítők, pénzpiaci közvetítők, akik ezt akár egy kalkulátor felületen elérhetővé teszik, és a Magyar Nemzeti Banknak is a honlapján van egy teljesen ingyenesen, egyszerűen használható hitel- és leasing választó program. A tanács mindenképpen az, hogy legalább 3-4 bank ajánlatait nézzük meg. Binder István hozzátette, csak akkor forduljunk a pénzintézetekhez, amennyiben nincs más megoldás, például a karácsonyi ajándékok finanszírozásához, azonban kétszer is gondoljuk meg, hogy valóban akarunk-e adósságot is vinni a fa alá.